Szevasztok, szevasztok. Mizu. Aha. Már jönnek az üzenetek? Azért várok még egy kicsikét. Nem túl sokat. Emberek, hol vagytok? Hát, 9:30 van. Mizu. Na, itt van valaki. Na, a mai program egy balinész piacról jelentkezek most be nektek, ahol is enni fogok. Aminek az az érdekessége, hogy halat fogok enni. Igaz, hogy mindig elmondtam, hogy nem nagyon szeretem a halat, de ennek van egy különlegessége, elmondom a piacnak a sztoriát. Mi sokáig, főleg Klári ide járt, nekünk innen nem messze volt, ugye régebben Balin is volt nekünk villánk, innen nem messze ettől a piactól, gyalog is pár percnyire, és ide járt Klári zöldséget venni. És mindig, mikor jöttünk, itt volt egy halas, aki itt grillezi a halat, mindjárt megnézitek, hogy hogyan készül. Hát csak az nézze meg, akinek erős gyomra van. És állandóan ajánlgatta, hogy vegyünk halat, hát mondtuk, mi nem szeretjük halat, nekünk nem. És egyszer csak valahogy meggyőzött minket, pont éhesek voltunk, hogy nem tudom. És megkóstoltuk ezt a halat, és akkor rájöttünk tulajdonképpen, hogy szerintem mi szeretjük a halat, csak kevés olyan helyen tudják úgy elkészíteni, hogy nekünk is jó legyen. Ha nagyon halize van, mi azt nem bírjuk meg. Én például a szagát sem nagyon szeretem. De ha nekem választanom kellene, akkor a világ egyik legjobb halasa az én számomra. Persze tudom, akik voltunk Balin, lementünk Jimbaran, olyan halat ettünk, hogy hú, megszólalt, meg ott a fehér homokban, nem. Én oda lementem, nem bírtam megenni egyszerűen. Kihozták a halat, és mondtam, hogy köszönöm, nem. De mondok ettől jobbat? Még a rákot is megesszük itt. Olyan hihetetlenül egyszerűséggel készítik el ezek az emberek ezt a halat, mégis annyira fantasztikusan finom. Ha a Klárikától, nekem már most csorogonyálom, ha Klárikától megkérdezitek, szerintem most nagyon irigykedik, biztos vagyok benne, hogy ő Szumbáról néz, ugye, hogy éppen itt vagyok ezen a helyen, és halat eszünk. Megmutatom nektek a piacot, és igaz, hogy esik az eső, de amit lehet, megmutatok róla. Na, csapjunk akkor a lovak közé, és akkor mutatom nektek. Ha szeretnétek a piacot is megnézni, akkor dobtok szívecskét. Ha csak a halra koncentráljuk, akkor dobtok nekem egy ilyen lájkot. Ha szívecskét kapok, akkor körbe megyek egy picit, megmutatom nektek. Nem úgy kell elképzelni Magyarországon a piacokat, itt egy kicsit meredekebb. Én már túl vagyok, rendeltem magamnak egy kókuszdiót, ugye automatikusan akkor kihoznak nekünk ezen a helyen mogyorót. Itt megsütik egy picit olajban magyarul, és fantasztikusan friss, és nagyon-nagyon-nagyon finom. Na, jönnek a szívecskék, úgyhogy akkor hiába esik. Na, kezdjünk akkor bele. Bemutatok nektek mindenkit, meg mindent, amit tőlem telik. Akkor nézőpontot váltunk. Először is ugye itt a kókuszdió, ami a hal mellé nekünk nem hiányozhat. Itt van az a magyaró, amiről beszéltem nektek. Ezt lehet látni, hogy ez frissen van megsütve, minden egyes alkalommal bejönnek és ezzel kezdenek, ugyanúgy, ahogy a paradicsom szószt is így csinálják meg. Megmutatom nektek a tulajdonost, hát itt a konyha is, ami elég meredek lesz. Itt a konyha, itt készítik a halat. És ott a tulajdonos. Mitől különleges ez a hal? Ettől a szósztól. Ibu, yeah. Ini szósznya apa? Bawang merah. Chili and lemongrass. Lemongrass van benne, kókuszolaja készül, meg hagyma, meg csipős valami. Na, de ezt olyan finoman tudja megcsinálni, hogy ez valami eszmélet. Mi nem szeretjük a csipőset, de ezt imádjuk. Na, ott készül nekem a zöldség, ez ilyen sült gyöszöny. Itt pedig a többi rész. Na most kimegyünk és megnézzük magát a halat. Még nem is választottam ki, most fogjuk kiválasztani a halat. Vagy már csinálja is nekem? Ja igen, mert bejött megkérdezni. Ezt az embert el kell rabolni, mondtam Klárinak. És vigyük el Szumbára magunkkal, és addig tartsuk fogva, míg nem tanít meg minket erre. Na. Bisaliatitu! Na, kijövünk egy picit, de nem sokat leszünk, mert esik az eső. Itt vannak a halak, amikből lehet választani. Itt vannak szépen lefagyasztva. Itt vannak a rákok. És itt vannak a... Erre még mindig nem vettem rá magam, hogy ebből a fagyló dologból is egyek.
van itt a jó embernek egy propeller, hogy a grill jobban égjen, és itt vannak a titkok. Van neki, itt a halam, ami készül. Nagyon fontos, én kérdeztem tőle, mert szeretnénk ezt megtanulni, hogy szóval mi is tudjunk legalább ilyen finomat sütni. Megkérdeztük, mi a titok. Azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy szénnel tüzel alatta, és nem kókusszal, mert legtöbb helyen kókusszal pörkölnek alá, de akkor lesz egy ilyen furcsa, füstös íze, magától ettől a széntől pedig kevésbé. Ott van a hal, mikor kezdi? Felbontották, ugye, kiválasztottad a halat, felbontották, kibelezték neked, belezés után elvitték hátra, bekenték, legelőször is két típusú ilyen kenőgetőt használnak rá. Bizalliátítópa? Az egyik az ez. Itt látjátok majd mind a kettőt természetesen. Ezzel szoktott kezdeni. Pá, apaini. Garlic. Fokhagyma. Garlic, dan. Tomato sauce. Ini garlic and oli. Oil apa. Coconut. Kelapa. Tehát ez itt, ha megfigyelitek, ez egy nagyon-nagyon sűrű fokhagyma szósz kókuszolajjal. Ez pedig a másik. Ini? Tomato sauce. Tomato? Yeah, tomato. Dan? Chili. Chili? Yeah. Garlic. Szedik itt garlic? Yeah. Dan? Garam. Garam, só. Yeah. És... Ini? Lemon. Lemon, but... Oh, igen. Ja, és ezzel locsolgatja, azt mondja, ezzel a lime-mal. Ugye egy citromot azért nehezebb beszerezni. Na hát szerintem ettől tutja a dolog. Megmutatom nektek, hogy hogy nézünk most ki. Igen. Ez szépen forgatgatja folyamatosan. Addig, míg az el nem készül, de nem sokára, tehát úgy kezdte, hogy először ezzel a szósszal kente be, a fehérrel, ugye amit mondtam, hogy fokhagymás. Most már mikor majdnem elkészül az egész, akkor rá fogja a piros szószt szépen ecsetelni, és azzal is fogja, de már nem fogja olyan sokáig grillezni, hanem csak éppen, hogy egy picit így rá, hát rásül, vagy nem is tudom, tehát hogy megdermed egy picit, és már készen is van. Tehát nem tart sokáig igazából, ő a mester. A nagymester. Nagyon-nagyon kedves ember egyébként. Mondom, úgy beszélt rá minket erre a halra, amit most már egyáltalán nem bánunk. És ha kell, már beszéltem Kláriba, hogyha kell, fizessünk neki, vigyük át Szumbára is, tanítsa be ott nekünk a személyzetet ilyen halat sütni, mert ez egy egyszerűen hihetetlen. Ini kire berepat, minit lágészul ezt veszel? 2 minutes. Saya jalan lihat. Dankam bele. Na, mondtam neki, azt mondta, hogy 2 perc múlva kész van, de hát indonéz, tehát ők nem tudják az időt. Szerintem kell neki egy kicsit. Éppen esik az eső. Amit még akartam nektek mutatni, hogy minden alkalommal megkérdezitek, ezt 28 fok van, 33 nappal, és 28 éjszaka, ha jól láttam. Hát így néz ki a piac, de mivel Covid van, tehát itt is folyamatosan nyüzsögni kéne az embereknek, ezzel szemben senki nincs. És itt van az étterem, hát itt van a kifőzdéjük. És az az érdekesség, képzeljétek el, hogy itt van egy másik, velük már hamarabb megismerkedtünk, mindjárt megmutatom. Egy edzőterembe jártunk. És ez a srác oda járt, ahova mi. És ő csinált ide egy éttermet, pont ott van bent. Hát én nem igazán a lányokat szereti a srác. És hát egyszer lejöttünk hozzá, és vettünk tőle, nem bírtuk megenni. Ugyanúgy csinálja, ugyanúgy néz ki a hal, ugyanolyan szószokat ken rá, ugyanúgy szénnel csinálja, de egyszerűen nem bírtuk megenni. Aztán egyszer lehet, hogy kicsit megsértődött ránk,
Mert ide jöttünk és mondtuk neki, hogy mi kifizetjük neki a halat, de ne csinálja meg, hanem csak adja ide azt a típusú halat, amit mi szeretünk, mi átviszük az öreghez, és majd az öreg megcsinálja nekünk. Ezt nem vette túl jó néven, és kérdezem, mi a baj az ő halával. Hát mondtuk, hogy igazából nem rossz, biztos, hogy nem rossz, mert nagyon sokan járnak hozzá, csak mi nem tudjuk azt ott megenni. Azt ott is hagytuk, mert nem tudjuk megenni. Na megmutatom itt azért, hogy mik vannak. Milyen. Hát ez egy ilyen kicsi piac, ugye? Tehát főleg ilyen éjszakai piac, hát nappal itt nem túl sok minden van. Hát az elengedhetetlen banán, mindenféle cuccok, zöldség, gyümölcs. Na nézzétek meg itt a húst. Kölyár ide kijönne szerintem. Még a szomszéd országot is bezárná. És érdekes módon, ha hiszitek, hanem nem nagyon hallunk ilyen megbetegedéseket, hogy fertőzésbe meghalt volna, vagy kórházba kellett volna vinni. Nem tudom, hogy ezek miből vannak. Na, tessék, tempe tofu. Itt árulják azt, ami voltunk a gyárban, ugye emlékeztek rá? Aha. Tempe. Prepárgány ez a tubizsi. Duaribu. Na, egy ilyen. Apa. Tigali maribu. 3 darabot adnak ebből 100 forintért. Durván. Inni hárgány ebben, apa? Sama. Tigali maribu. Tehát 3 darabot szintén abból is annyira adnak. Hát, olcsón ki lehet jönni itt az ételekkel, ha hajlandó vagy megenni ilyeneket. Talán az a baj, hogy én annyira nem. Klárika, az megeszik mindent. És akkor ilyen zöldségeket csinálnak mindenhez szinte. Hát ilyen van, káposztától kezdve. Sok minden kukorica van télen-nyáron, tehát az szinte állandóan van. Ilyen a dinnye is, azt is mindig lehet kapni dinnyét. Micsoda színnek, nézzétek meg. Wow. Na hát és ez a mániájuk. Ez a kis kiszerelésbe csinálnak mindent. Egy adagra való kis kiszerelt, ez pont ilyen maszakó, hát ilyen ételizesítő. Kis kiszerelt csokoládépor, kis kiszerelt, itt tudom én, az olyan mangószörpöz készülő cuccok. Kis kiszerelt mosópor, letépi a tetejét, ezzel rengeteg szemetet tud ugye előállítani teljesen feleslegesen, és belenyomja a vízbe, kimosott egyszer, aztán tessék. Nekik ugye csak az számít, hogy mi van ma, tehát az indonéz ember az egy picit másképp gondolkodik, és ő azt látja ebbe, hogy ez olyan olcsó. Tehát általában ilyen 1000 rúpiát, ilyen 20 forint környékén szoktak lenni. Van ilyen kávé, tehát ilyen instant kávé, megveszel egy ilyen kávét, hozzájöntöd a vizet, megiszod, és akkor mit tudom, ez is ilyen 1000-1500 szokott lenni, attól függ, hogy hol veszed. Az is kávé, másfajta kávé, ez éppen ilyen frissítő, üdítő, tea, meg hát ilyen mindenfélék. Na, visszamegyünk. Most mondanám, hogy menjünk vissza hátul, de akkor nem néznétek tovább a videót, szerintem meglátnátok, hogy mi van ott. Hát ilyen helyen WC-re nagyon érdemes elmenni, mert az nem túl jó. Megnézzük a jó embert. Itt jönnek vissza-vissza jó emberek. Yes, I'm here. A kukoricákat általában így szokták hárulni, beraknak egy pár darabot így egy ilyen csomagba, és akkor berepárgányéni, szatú, berepán, nem is olyan drága az, 860 forint durván, és akkor van benne egy pár darab kukorica, de télen-nyáron, hát sokan mondták, hogy ezt nagyon szeretik. Írjátok meg, ha valaki tudja a nevét, tudom, csak nem akarom elárulni. Ha ketté vágjátok, akkor ez ilyen nagyon gyönyörű színe van, de az íze az ilyen
ilyen semmi. Hát a mangó, ugye mangó szezon van. Magyaró, ott hátul is vannak mindenféle cuccok. Itt, ennél az árusnál is. Na, közben szerintem a halam az el is készült. Menjünk vissza a halamat. Megnézzük. Na, hát szépen a tűz már kialudt. Készítik elő a hamikát. Nézzétek meg. Így néz ki. Kirakják a halat, azt a csipőszósz, a vízi gyöszönyt. És kézmosót. Na. A főnök asszony pedig, opa. A főnök asszony pedig. Most nagyon kevés dolguk van. Ugye? De nincsenek vendégek, panaszkodtak, hogy hát de itt úgy képzeljétek el, hogyha szezon van, akkor itt, hát reméljük, hogy ez így megáll. Megáll? Jó lesz? Ja, meglátjuk, reméljük, nem dől le az. Na, hát ugye megpróbálok nektek így egy kicsit távolabb menni, lerakni. Igen. Hát sajnos mindenhol áll meg ez a gép, majd találok neki egy olyan helyet, ahol. Végkézzel nem tudok enni. Na, megmutatom még egyszer nektek a kaját, és utána megpróbálom. Van egy jó ötletem. Ugye mindent megoldunk. Aki turisták, vendégek jöttek hozzánk, azokat, akiket kedveltünk, azt mindenkit elhoztunk ide. Senki nem panaszkodott még, tehát ez mindenkinek ízlet. Halacska. Ugye erre már rákerült a piros szósz is a végén. Szépen meg van grillezve. Itt van ez a kókuszolajos cucc. Ott van a paradicsomos cucc. Innivalónak ott van a kókuszdió. Ott pedig ott van a mogyoró. Most kipróbálok egy olyan dolgot. Remélem nem fognak szólni, érte? Na. Jó lesz ez így. Jó lesz ez így. Tökéletes. Most éppen egy szalvéta tartót használok állványnak. Na tehát, nem azt fogom megmutatni, hogy kell halat enni, mert mindenki evett már halat. Amíg kezdjük általában mindig a bogyolóval, ami frissan van sütve, pici olajba, sóval. Nem is kell hozzá semmi más. Utána, erre a vízi gyöszönyre, rakunk egy kicsit paradicsom témából. Úgy egy kicsikét, hogy majd legyen rajta bőven. Rákevergetjük. Ebből nem rakunk rá, mert ez csipős. Zolika nem szereti a csipőset. Itt a csipősnek más fogalma van, mint Magyarországon. A sziszóék nagyon megtanulták, én úgy gondolom. Szumbán, ugye sziszó? Úgy szokna nézni a videókat. Mondtam, hogy egy kicsit csipni fog, aztán két percig nem tudott megszólalni, pedig azt mondták, hogy olyan nagyon bírek a csipőset. De, Major Tomi, fogok neked küldeni ebből haza. Te fogod szeretni, nagyon fogod bírni.
mert ízletesen csípős. Tehát csíp, de nem úgy, hogy tehetetlen. Aki szeret a csípőset, az nagyon élvezi. Na, hát kézzel fogunk enni. Egyébként mindent kézzel esznek Indonéziába. Nem nagyon foglalkozunk itt ilyen más dolgokkal. Ugye, itt vannak ezek a rügyek. Ez a paradicsom szósza. Picit csípős lesz. Csípős bizony. Túltoltuk ezt a szószra. De isteni. Isteni. Itt voltak a szüleim, és emlékszem. Anyukámat is elhoztam ide. Mikor voltak. Imádták. Nagyon-nagyon szerették. Ebből nem fogunk elhízni. Nem tudom, hogy ez érdekel benneteket, mert ha nem, szívesen lekapcsolom. Mert azért azt nézi, hogy más, hogy eszik. Nem tudom, hogy mekkora legyen élmény. Túltoltuk a csipőset. Tehát egyezzétek meg, aki nem bírja a csipőset, az ne rakjon rá ennyit, mert így jár, mint én. Másik, amit meg se kóstoltuk. Ez olyan kókuszolajból van csinálva, frissen sajtolt, tehát nem szokták készítéskor megégetni. Fantasztikus íze van. Fantasztikus íze van. Hal, hát az meg gyerekek. Bátyi Gyuri, te ilyet soha nem fogsz csinálni a ponyból, ezt garantálom. Az összes horgász. Ez a típusú hal. Mi a neve? Klári megírja nektek hozzászólásból, hogy mi a neve. Jól emlékszem. Na, nem tudom mi a neve. De azt mindig ezt szoktuk kérni. A többi halat kevésbé szeretjük. Ez valami ragadozó hal, úgy tudom. Fehér húsú. Fehér húsú. Grillezéskor fantasztikus. Úgy lehet enni, látjátok, hogy nem nincs benne túl sok cucc. Szóljatok már rá, hogy a gyerekeknek, hogy ne irkáljanak ennyit, mert belezavar nekik nekem a dolgokba. Jó, mi volt ma? Hát, nem mondja fel. Képzeljétek el. Ma nagyot röhögtem. Egy olyan helyen jártam, mondjuk az, hogy Tesco-ba. Carrefournak hívják, de ugyanaz. Igazából. Körözvetik folyamatosan. Na. Ilyen az ember élete, látjátok? De hát, mi történt velem? Addig elmondom, hogy még elbírom mondani, mert ezek végig abban a csípősből. Nem biztos, hogy beszélni is fogok tudni. Tehát, megyek a Carrefourba. A Carrefour az tök üres. Sehol sámlik. Elém ugrik két fiatal kis srácot. Oda jönnek hozzám. Az egyik mutogat rám. Képzeljétek egy ilyetetlen. Az egyik mutogat rám, oda jönnek hozzám, és Mister! És kérdeztem tőlük, hogy mi a probléma. És az egyik mutogat rám, és mondja a másiknak, hogy ez az ember az internetről. Csak amit nem értek, hát ezek indonézek. Én magyarul csinálom a live-okat. Akkor mit ért belőle, vagy? És autogramot kértek. Autogramot kértek. Én természetesen adtam nekik. Leírtam egy papírra a nevemet, megköszönték, és elmentek, és tök boldogak voltak.
hogy találkoztak a Misterrel az internetről. Lassan híres leszek. Ami furcsa, tudtátok, hogy a rajongóknak a több mint 90%-a nő. Ez majd miért van? Mondtam Kálnak, hogy ő is csinálja egy ilyen élő bejelentkezésre sztorit, de angolul ugye. Mondom, ott meg több férfi lenne. De elgondolkodtatja azért az ember, hogy alakult ez ki. Isteni. Ez. Ami nem ez lett volna ma a témánk, hanem esik az eső. És míg itt vagyok Balin, mondjuk holnap megyek Lombokra. Jöttek velem Lombokra? Ha jöttek velem Lombokra, akkor szívecskét kérek. Ha nem, akkor nem is viszek kamerát. Akkor meg küldjetek ilyet. Mindegy. Megyek hajót venni. Megyek reggel. Korán kell kelni. Nem ugye Padánbájba, ott felülök egy hajóra. Hajóval átmegyek pár órát. Áthajózok Lombokra. Megnézem a hajót. Ha jó, ha nem jó. Utána elméletileg már megalkottunk rá. Utána, hogy ez megvan. Hajós kapitány küldetek el. Elolt egy macska. Tudjátok, miért nem szeretem a macskákat? Hát ezért. Jaj. Itt mászkált egy macska a izé alatt. Hol vagy? Menj, menj le! Elrontja itt a műsort. A fő műsor idő van. Na, tehát ugye hajós kapitány ráratjuk, és elméletileg ők elindulnak Szumba irányába hajóval. Hát nekem nincs kedvem ezen himbirimbizni, mert én nem szeretek annyira hajózni. Úgyhogy én vissza is jövök Balira, elvileg, mert ott kell maradnom egy éjszakát mondjuk. De utána még itt kell maradunk, szerintem vasárnap hétfő környékén fogok hazamenni. Úgyhogy Lombokra ejtek nektek pár szót. Én Lombokra jártam üzletelni, gyönyörű, Lombok fan, gyönyörű. Csak ott a közbiztonsággal vannak nagyon nagy bajok. Meg nagyon sokat hallgattunk arról, hogy nem nagyon szeretik a turistákat. Jártam oda üzletelni, ugyanis igaz gyöngyöket vettem onnan, igaz gyöngy farmokról. Ott vannak igaz gyöngy farmok, és tőlük vásároltam. Hát nem kellemes velük üzletelni se, bevallom. Nem volt. A fejénél van már sokkal, sok cák. Ott vigyázni kell. Most fulladjak el, mikor sztár lettem, érted? Hát ilyet? Hát nem? Jaj, gyerekek! Furcsa ez a mai világ. Semmit nem kell csinálnod azért, hogy ismert legyél szinte. Az igazi értékek? Hát egyáltalán nem ezek szerintem. Na mindegy, felmagy a YouTube-on, akkor éres lettél rögtön. Na tehát Lombok az ott is van egyébként nemzetközi reptér, meg azt mondták, hogy így fog fejlődni, meg úgy fog fejlődni. Az én véleményem addig. Nekem is ajánlottak, hogy fektessek be ott, olcsóban tudtam volna venni közvetlen szintén parti telkeket, gyönyörű partok, de elmondtam nekik, hogy hát nem azt mondom, hogy ha ingyen adnátok, akkor nem kellene, de pedig az internet tele van lomboki hirdetésekkel. Hú, ez a csípős, ez nem rossz, nem rossz, mert jó. Na tehát ott is adnak el telkeket, meg hirdetgetnek meg minden, de van barátunk, aki ott vett egyébként, akkor mikor mi Szumbán. Ki azóta sem tudott odaépíteni, mert nem igazán. Neki volt olyan, hogy el akart kezdeni építeni, és a kedves szomszédok azt mondták, hogy ma felépített volna, felgyújtjuk. De miért? Azért, mert éppen keresztény vagy.
és ez máshol még nem tapasztaltam ennyire, csak a Lombok volt egy picit ilyen dolog. Holott azért érdekes, mert itt úgy élnek egymás mellett az emberek, meg például Szumbán is, hogy nekünk semmi bajunk nincs azzal, hogyha valaki, sőt, hát nekem, akik most dolgoznak, az is muszlimok is, barát kapcsolatban vagyunk, tehát semmi, az élet a világon semmi bajunk nincs. Úgyhogy, na, azt szoktam csinálni, hogy ha 30 néző alá megy nagyon a nézettség, az már a kevésnek számít, akkor abba hagyom. És akkor tudok, az azt jelenti, hogy kevés embert érdekel. És akkor tudok onnan dolgozni. Na, erre visszament. Na mindegy. Akkor tudok normálisabban lenni. Úgyhogy, hát körülbelül holnapra ilyen program lesz. Lehet, hogy többször fogok bejelentkezni. Nagyon valószínű. Lehet. Ugye ez nagyon netfüggő. Tehát nem tudom, hogy az internet az mennyire fogja engedni. Meglepődnék, ha végig stabil netünk lenne. De sose kizárt. Meglátjuk. Ha jó, nem valószínű, hogy... Na, gondoljátok, csináltok videót például. Tehát fix videót. Szeretnétek? Igen? Szívecske? Nem? Igen. Valami? Semmi? Hú, de meleg lett így hirtelen. Ezt meg. Tehát szeretnétek. Ilyenkor látnátok a képernyőmet. Králika is dobja a szíveket. Kell zavarni a macskát, mert bármit csinálsz, nem akar elmenni, de a víztől félnek. Kis vizet adsz nekik, akkor elmegy römben. De azon nem kell itt Indonéziában azon se megbotránkozni, hogy se éppen a gőr fog itt a felünk felől elfutni. Teljesen normális, megszokott dolog. Tehát szerintem ide kijönne a kölyá a gyerekek, már a reptéren bezárná még a környező országokat is. Csak azon kell ilyenkor elgondolkodni, mégis működik. Még sincs annyira sok megbetegedés, nem is tudunk. Olyan egészséges, hogy olyan ilyetetlen. Ezek nincs annyi rákos ember, mint nálunk. Most mi vagyunk azok, akik tisztaságban így, hogy jó, mint nálunk minden ragyognia kell. Hát nekem édesanyám olyan volt, hogy hát nem tudom, hetente, havonta legalább egyszer leszette az összes kis nippet, meg kimosta, meg felkülönítette, meg nagyon-nagyon pedáns asszony volt. És abban nőttünk fel, nekünk is az volt a megszokott. Kijöttünk ide, és amikor meglátul, hogy kézzel esnek, de a levesen kívül szinte minden, ez egy kicsit furcsa volt. És erre azt mondják ők, hogy finomabb úgy az étel. Hát nem tudom, lehet, hogy van benne valami. És azt mondták, amikor a szájukhoz érnek, akkor az ajkukhoz ér a kezük, és azzal is ingerlik az ajkukat, és úgy finomabb nekik az étel. Hát így majd ragyarázták, aztán lehet, hogy ez csak duma. Nem nagyon tudom. De a gyerekek látják, úgy lehet enni ezt a halat, mint a csirkét ennél, mert nincs benne tápa. Ibu! Ini ikan nama apa? Krapu. Krapu? Ja. Na, megvan a halnak a neve. Krapu nevű hal. Tudom, hogy ragadozó. Ők azt csinálják, 26, mindjárt beton fejezi. Ők azt csinálják, hogy megvesznek annyi halat, amennyi belefér nekik abba a kettő darab boxba, amit kint láttatok, ugye abban van jég, és addig vannak nyitva, addig az nem fogy el. Tehát általában 5 órakor nyitnak, de van, hogy már 6 órakor elfogy az egész. Nem hoznak másikat, nem hoznak újat. Lehúzzák a redőnyt, megverek, hogy az emberek végeztek, és onnantól kezdve mennek haza. Itt mindig friss a hal. Mindig friss a hal. És mondom, hogy öreg az akkora mágus, hogy hihetetlen.
de van egy másik terem is, van egy másik halasunk. Kettő halasunk volt, van itt körülbelül balim. Az azért különleges, mert a legfinomabb haluk, a törpe harcsa, egy különleges módon készítik el, és mi annak idején, amikor elmentünk horgászni ott, Báthi Gyurival a törpe harcsát úgy rúgdustuk le a gorogról, mert az ilyen szeméthalnak tartják ott Magyarországon, holott, ha tudnák, hogy mit lehet belőle csinálni, milyen fantasztikus ételt lehet belőle csinálni, az sütik szintén, de majd azt is megmutatom, hogy pácolják be, meg sütögetik meg ilyenek. És az nem ezen a helyen van. Tehát ennek a helynek ez a specialitása. Tehát ezt érdemes itt enni. Van nekik csirkéjük, meg van nekik más is, de borzalmas hangjuk van a macskáknak. Ilyenek. Le kellett volna őket fizetni kis hallal, és akkor elfelejtem szólna be. És görbe a farkuk. El van törve valamiért. Nem tudjuk, nem fejtettük meg, hogy így születnek meg ezek a macskák, vagy ilyen fajták, de a legtöbbnek vagy nincs farka, tehát így tőbele van vágva, harapva, vagy pedig ilyen 90 fokos törés van benne. De az a furcsa, hogy nagyon-nagyon soknak. Tehát egy 80-90%-uknak van, aki azt mondja, hogy így születnek, meg van, aki nem. De az indonéziakról tudni, hogy megkérdezett tőlük valamit, ők nem nagyon fogják azt mondani, hogy nem tudják. Nekik az ciki azt mondani, és inkább mondanak valami hülyeséget. Ez azért volt jó az elején, mert ha mentünk valahova, akkor úgy elküldtek minket az ellenkező irányba, nem azért, mert gonoszak voltak, hanem csak segíteni akartak volna. De mivel nem tudták, hogy mi a jó irány, ezért mondtak valami, de persze arra. És utána megtanultuk azt, hogy ha ilyen van, akkor minimum 3 embertől kérünk segítséget, és a 3-ból mind a 3 azt mondja, hogy jobbra, akkor megyünk jobbra. Hogyha véletlenül a 3-ból van valaki, aki azt mondja, hogy nem, ha más mond, akkor inkább kérdezünk meg még egy embert, mielőtt elmegyünk nagyon-nagyon-nagyon messzire a célunktól. Érdemes ezt is megjegyezni, főleg, hogyha a hátizsákosok vagytok, és úgy akarjátok bejárni mondjuk Balit, vagy Indonéziába bárhol. Nagyon-nagyon kedvesek, és minden áron segíteni akarnak, még akkor is, hogyha nem igazán tudják a válaszokat. Na hát, én még folytatom az evést, mivel hogy 23-on maradtatok, így be tudom fejezni a mai élőt. Holnap jövök vissza, aki szeretne tartson velünk. Annyit kérek, hogy ott lent tudod a megosztás gombot, nyomjatok rá a megosztás gombra, osszátok meg ezt a videót, ezzel segítve a mi munkánkat. Én ezzel próbálok megsegíteni nektek abba, hogy könnyebben tudjátok elviselni ezt a mostani helyzetet. Van egy-két meglepetés még a tarsolyomban, nem mai napra, hanem későbbre. Kövessetek a YouTube csatornánkon, a YouTube csatornán jobb minőségben találhatjátok meg a videóinkat, és több videót szoktunk oda feltölteni, Róga Zoltán Szumba néven találjátok meg, feliratkoztok, ennyi az egész. Na, én még befejezem ezt a maradék halacskámat, és utána meg vissza a szállodába. Addig ti vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk. Ha van kedvetek, tartsatok velem holnap is. Sziasztok!